Stábunk a Szociétes sátrát látogatta meg az F6 első és második napján. Mit üzensz a fiataloknak, miért jöjjenek ide a sátorhoz? Elsősorban, mert nagyon-nagyon jó fejek vagyunk, másodszorban óvszert kapnak, hogyha kitöltik nálunk ezt a totót, és ugye a védekezés, a védekező mechanizmus egy ilyen kis gumi által, az, na, most mutatom nektek, tehát nem kell bemutatni, hogy néz ki, mindenki ingyen kapja, nagyon örülnek neki. Ennyi. Kilálunk is, úgyhogy jó van. Egy országosan ismert politikus az EFOT. Miért? Megint. Újra is. Na jó, semmi, nem szórakozok. Miért? Azért, mert itt vannak a Societasok, és meglátogattam a Societas csapatát, mert hogy szerintem jó fiatalok vannak az MSZP környékén, és hogyha ők eljöttek az EFOT-ra, akkor illik egy kicsit beszélgetni velük, meg én is egy kicsit ezáltal megpróbálok fiatalodni, hogyha a fiatalok közé mászkálok. Viszont egy csomó csajjal szívesen vállalnék közösséget, de hát az ugye nem illik a sajtóba ilyet mondani. Jó csajok vannak itt eddig? Hát amit eddig láttam, az alapján igen. Bár, hogy mondjam, tehát nagyon csinosak, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, csak nem az én korosztályom. Elnök úr, eddig hogy tett? Eddig nagyon tetszik, és azt hiszem minden fiatal megérdemli ezt a kis kikapcsolódást. Hanyadik EFOT ez neked? Nekem ez a harmadik. Hát akkor azért későn kezdted az EFOT-ot. Ha mondhatok ilyet. Hát még fiatal vagyok biztos azért. Hát egy 20-30-40 EFOT még előtted áll. Biztos is lehettek benne. Hát és mi a mai program? Mai program körülnézünk itt az EFOT-on, beszélgetünk emberekkel. Van egy sátrunk. Ott civil faluban van egy kitelepülő sátrunk, játékokat játszhatunk az emberekkel, találkozgatunk és megpróbáljuk megismerni a fiatalok véleményét. Ebből vagyunk, ki csinálja meg a mai napnak a stand-upját? A MSZP sajtószóvivője meg tudod csinálni nekünk egy stand-upot? Stand-up? Miről kell, hogy szóljon, mi legyen, vagy bármi? A Societas TV Török Zsolt tudósította az EFOT Fesztiválról. EFOT Fesztivál 2012, Velencefürdő. A Societas TV-t Török Zsolt tudósította.